Köszöntök mindenkit! Ebben az újabb horror animációban egy viszonylag nagy kiesés után újra visszatérünk. Jó szórakozást a videóhoz! 14 éves koromban kezdődött. Előző este lefeküdtem az otthonomban, de amikor felébredtem, rájöttem, hogy egy padon fekszem a városunk parkjában. Nos, gyerekkoromban szerettem a parkba járni, mivel apám mindig oda vitt el, mielőtt elhunyt. Ez egy olyan hely, ahol mindig biztonságban éreztem magam, de azon a reggelen rendkívül zavaros volt minden, hogy hogyan kerültem oda, és miért hordok még mindig pizsamát. Az elmém nem tudott észszerű magyarázatot adni rá, így hát elindultam hazafelé. Amikor végül megérkeztem, láttam az aggódó tekinteteket anyám és akkori barátja, Thomas arcán, és odarohantak megölelni. Anyám elmondta, hogy rendkívül aggódott, amikor nem talált a szobámban aznap reggel, és éppen a zsarokat készült hívni, mert azt hitték, hogy eltűntem. Anyám zavarodottan és idegesen megkérdezte, miért hagytam el a házat olyan késő este, de én ugyanolyan zavarodott voltam, mint ő, és elmondtam neki, hogy nem emlékszem, hogy elhagytam volna a házat. Az űrzavar innentől csak tovább nőtt, míg szomszédunk, öreg Lady Margaret elmondta anyámnak és nekem, hogy tegnap este megpillantott, ahogy alvajárok. Korábban soha nem volt problémám az alvajárással, ezért anyám elvitt orvoshoz. Az orvos azt mondta anyámnak, hogy az alvajárás számos dolog okozhatta, de biztosította anyámat, hogy ez egy gyakori jelenség a felnövekvő gyermekek életében, és előbb-utóbb kinövöm. Anyukám megnyugodott, amikor ezt meghallotta, és azt hitte, hogy ez egy egyészakás dolog lesz. A szerencsétlenségre ez még csak a kezdet volt, mivel a nap után elkezdtem állandóan alvajárni, csak úgy, mint az első éjszaka, a lányszorra alva sétáltam, mindig a parkban ébredtem fel. A legtöbb éjszaka anyám ébren maradt, és számos kísérletet tett, hogy felébresszen, de azt mondták, hogy sikoltozni fogok, valaki megpróbálja. Legtöbbször olyan érzésem volt, mint egy másik személyről mesélnének nekem, mivel egyáltalán nem tudtam visszaemlékezni, hogy megtettem volna azt, amit mondtak. Egy idő után már tudtam, hogy az alvajárási problémám súlyosbodik, mivel nem mutatta megállás jeleit. Úgy tűnik, az előző este anyám barátjának, Thomasnak, sikerült visszacipelni a szobámba, amikor kimentem a házból alvajárva, de nem maradtam ott sokáig, mert azt mondták, hogy néhány perccel később elhagytam a szobát. Ekkor rájöttek, hogy még az sem akadályozza meg az alvajárást, hogy visszajöjjenek a szobámba. Thomas valóban támogatott engem és anyámat ebben az alvajárás témában. Nagyon kedves fickó volt, és anyám számos barátja közül ő volt az egyetlen, aki igyekezett megismerni, mivel mindig mindent megtett, hogy közel kerüljön hozzám. Mindezek során megnyugtató szavakat mondott nekem és anyámnak, és mindig ott volt, hogy segítő kezet nyújtson. De még Thomas és anyám segítségével sem szűnt meg az alvajárás. Végül megpróbálták bezárni a szobám ajtaját, de azt mondták, sikoltozni fogok, amíg ki nem nyitják. Többször is felkeresték az orvost, és az orvos azt mondta anyámnak, hogy ha bezárnak a szobámba, az nem oldana meg semmit, mivel ha csapdában érezném magam, vagy csak rontana a helyzeten. Ahogy ez folytatódott, nem telt el sok idő, mire észrevettem, hogy anyám nagyon aggódik, ezért aznap este úgy döntöttem, hogy teszek ellene valamit. Úgy döntöttem, hogy egész éjszaka fennmaradok, mert azt hittem, ha egész éjszaka ébren maradok, képes leszek legyőzni a visszatérő alvajárást. A dolgok eleinte jól mentek, mivel sikerült ébren maradnom az éjszaka nagy részében, de amikor az óra 12:36 ütött, heves félelmet éreztem, mert a testemen minden szőrszár felállt. Nem tudtam, miért ijedtem meg hirtelen, mivel nem volt semmi a szobámban, de a bénító félelem csak előjött magától. Megpróbáltam minden tőlem telhetőt megtenni, hogy legyőzzem, de a testem ki akart menni a szobámból, és az egyetlen szó, ami üvöltött a fejemben, a fuss volt. Szavakkal nem igazán lehet megmagyarázni, hogy mit éreztem azon az éjszakán, mert azon töprengtem, mitől kell félnem a saját otthonomban. Hajnali egyfelé járt az idő, és az elsöprő félelem kezdett elhatalmasodni bennem. Végül nem bírtam tovább, mert a testem azt mondta, hogy most futnom kell, ezért beleegyeztem. Az ajtóhoz mentem, és ahogy kinyitottam, megláttam anyám barátját, Thomas, az ajtó előtt. Aztán a karjaiba rohantam, majd mondtam, nagyon örülök, hogy itt vagy, Thomas, nagyon félek, és nem tudom miért. Nagyon össze vagyok zavarodva, és csak annyit tudok, hogy a zsigereim elsúgták, hogy most ki kell mennem a szobámból. Amikor befejeztem a beszédem, Thomasra néztem, akinek most beteges vigyor volt az arcán, majd rám nézett, és azt mondta.
Édes Claire-em, most jó kislánynak kell lenned, és jól kell viselkedned. Biztosítom, hogy jól fogom magam érezni, és te nem fogsz emlékezni semmire. Annyira boldog vagyok, hogy ma este még a szobádban vagy, édes Claire. Az első csodálatos együtt töltött éjszakánk után minden éjszakámat veled akartam tölteni, de elkezdted az alvajárást, és soha nem találok a szobádban. Még a legtöbb éjszakán megpróbáltalak visszatenni a szobádba, de mindig újra elmentél. Szerencsére ma este végre legyőzted ezt a problémát, és visszajöttél a karjaimba. Döbbenten hátráltam tőle, mert szörnyű felismerésem volt. Először azt hittem, hogy ez csak egy rossz álom, de attól az éjszakától kezdve minden visszatért hozzám. Eszembe jutott, hogy hogyan jött be a szobámba, és egy fehér kendőt nyomott az orromra, valaminek az, hogy mennyire tehetetlen voltam bármit megtenni, mivel a vegyszer, amivel bedrogozott, erős volt. Aztán végre rájöttem, miért rémültem meg annyira, mivel ez pontosan hajnali 1 órakor történt, azon a végzetes éjszakán. Eszembe jutott, hogy nem szóltam erről anyámnak, mert a vegyszer, amivel bekábított, elfeledtette velem a történtek nagy részét, és ilyen érzést keltett bennem, mintha egy rossz álom lett volna. Rémülten néztem Tomászra, aki most ugyanazt a fehér kendőt húzta elő a zsebéből, majd odalépett hozzám, ahogy mondta. Nos, édes Claire-em, arra van szükségem, hogy jó kislány legyél, és jól viselkedj velem. Ígérem, jól fogom érezni magam, és semmire sem fogsz emlékezni, ha végeztem. Megpróbáltam kiszaladni a szobából, de megragadott, mielőtt elértem volna az ajtót. Megpróbálta az orromra elöltetni a kendőt, de küzdöttem, és ellenálltam. Elkezdtem visszavágni, és nagyon erősen sikerült megharapnom a kezét. Felsikoltott a fájdalomtól, miközben átdobott a szobán. Most az egész testem fájt, de nem akartam feladni. Kiabálni kezdtem anyám nevét, miközben az ajtó felé húztam. Anyukám, aki azóta lett könnyű alvó, hogy elkezdtem arra járni, berohant a szobába, nem telt bele sok idő, de rájött, hogy mi történik, és elkezdett védeni azzal, hogy kivédi ismét a támadásait. Tomás sokkal erősebb volt anyámnál, és nem telt bele sok időbe, mire anyámat megverte az a férfi, akiről azt hitte, hogy szereti őt. Tudtam, hogy anyám adott nekem egy esélyt, és nem fog már pazarolni. Szóval futottam. Kiszaladtam a házból, és megláttam az öreg Lady Margaretet, Pázsiton, telefonnal a kezében. Azt mondta, hogy sikoltozást hallott, ezért úgy döntött, hogy kívja a zsarukat, és nem telt bele sok idő, mire elkezdtem hallani a szirénákat. A traumatizáló élmény után Tomaszt letartóztatták, és 30 év börtönt kapott. Számos pszichológushoz kellett fordulnom ez miatt az eset miatt. Azt mondták anyámnak és nekem, hogy az alvajárások az volt, hogy a testem tudat alatt megpróbálta megvédni magát alvás közben. Azáltal, hogy automatikusan átesik a harcolj vagy menekülj reakción, ami az emberekkel történik, a veszély közel van. Majd hozzátette, hogy a test elviszi magát valahova, ahol biztonságban érzi magát, ezért ébredtem fel a parkban. A pszichológus ezután azt mondta nekem és anyámnak, hogy az én alvajárási esetek nagyon ritkák. Az eset után anyám folyamatosan magát hibáztatta, amiért behozta azt a férfit a házunkba. Mindig mondtam neki, hogy ez nem az ő hibája, és nem hibáztatom őt semmiért, ami aznap este történt. Ezt követően egy ideig, bár 15 éves voltam, egy ágyban aludtam anyukámmal, ugyanúgy, mint gyerekkoromban. Mindig biztonságban éreztem magam, amikor mellett aludhattam, és ezek után, az éjszakák után soha többé nem mentem el alvajárba.